Sziasztok! Ebben a videóban egy mesével készültünk nektek. Lázár Ervin a Hétfejű Tündér című könyvéből fogunk nektek egyet elolvasni. Fogadjátok szeretettel! A nyúl, mint tolmács. A tisztás szélén egy kerekképű úritök vigyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban. Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson épp a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges úritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta: "Mek, mek!" Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a mek, mek. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelentette azt is, hogy hej, de jó friss ez a réti csenkesz. De azt is, hogy mindig ez a vacak réti csenkesz. Unom. Ez azonban most már sosem derül ki. Már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló, megállt a tisztás szélén, s jó hangosan azt mondta: "Nyiha!" A kecske fölkapta a fejét. Egy darabig bámult a lóra, mint borjú az új kapura. Aztán olyan, nem tudom formán, széttárta két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukot sem ért. A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta: "Nyihaha!" Ami jelentette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot. Nem tudom, sajnos nem tudok lóul. A nagyobb baj az, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. "Nyihaha! Nyihaha!" magyarázta a ló. Meg, próbálkozott a kecske. Jó, lassan, tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját. A ló minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe. Rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. "Ó, i-ó," mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszél, ő sem akar szégyenben maradni. Megszólalt birkául, azaz, ahogy az előkelőbbek mondják, juhul. "Be," mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az úritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Úritökül. Erre az időre még a vigyorgást is abba hagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám, úritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes lépésekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles futkározás. "Na, csak mondjátok," mondta. "Szerencsére minden nyelven beszélek." Ebben a mondatban kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őzül, éppen hogy csak makogott valamit, és sárgarigul, meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt, legalább elpirult, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. "Nyia!" mondta a ló. "Mik meg? Mik meg?" kérdezte izgatottan a nyulat a kecske. "Azt mondja, hogy meg, meg," tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült, és boldogan mondta. "Meg, meg! Meg, meg!" "Nyiha, nyiha?" kérdezte most a ló. A nyúl fordított. "Azt mondja a kecske, hogy nyihaha," világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg előbb. Karon fogta a lovat, oda ballagtak az úritökhöz, és megették. "Vajon jól fordítottam?" tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta. Itt a vége, fuss el véle.